Christopher Nolan eddig sem nézte hülyének a nézőit, de az Oppenheimerrel megcsinálta eddigi legérettebb moziát, ami sok tekintetben túlnőtt a választott zsánerén. Nagy improvizátor vagy, de ezt fejben nem rakod össze. Nolan új szintre vitte a mozizást. Nagy szavak ezek, tudjuk, de bizonyos értelemben ez az igazság. Az Oppenheimerrel elérte azt, hogy egy olyan filmre kígyózzanak majd a reményteli sorok, melyre a stúdióvezetők anomáliaként tekintenek. Egy olyan produkció foglalja majd le az IMAX és egyéb prémium termeket világszerte, melyben 3 órán keresztül kemény kalapot hordó, idegesen beszélő fejeket láthatunk, méghozzá rengeteget és vajmi kevés akciót, nullához konvergáló humort és erősen elfojtott érzelmeket. Ennek a filmnek normál esetben minisorozatként kellett volna napvilágot látnia az HBO digitális hangyákból összeálló logójának az elején, nem a nyári fősodorban, annak egyik legnagyobb sikervárományosával versenyezve. És új filmjével még egy dologban tétet emelt ez a brit úriember, felrúgott egy több évtizedes tételt. Sok-sok évvel ezelőtt François Truffaut és Alfred Hitchcock a suspense mi létéről beszélgetett, azaz, hogy mitől lesz egy jelenet feszült. Hitchcock szerint nem attól, ha egy bomba felrobban, hanem a tudattól, hogy van egy bombád, ami bármikor felrobbanhat. Tudjuk jól, hogy az esetek 99%-ában ez a bomba nem robban fel, és az izgalmakat az kínálja, hogy a film hősei azért küzdenek, hogy az az 1% ne következzen be. Az Oppenheimer esetében viszont mindenki tisztában van azzal, hogy a bomba fel fog robbanni, és ezzel meg is változtatja majd a történelem menetét, mégis majd megfeszülünk a székünkben, mire odáig jutunk. Ráadásul Nolan még csak meg sem mutatja a nagybetűs robbanást, beéri egy teszttel. De nehogy azt higgyétek, hogy elsunyogja Hiroshima vagy Nagasaki következményeit, az év egyik leghatásosabb képsorában foglalja össze azokat. Ezeket a képeket az atombomba feltalálójaként apostrofált elméleti fizikus J. Robert Oppenheimer éli át, akit épp körbe ünnepelnek a kollégái a sikeres tesztet követően, és hiába hangzik el az, hogy nem azt az embert fogják elővenni, aki az atombombát kitalálta, hanem azt, aki ledobta, megsemmisítő az a felelősség, ami a vállán nyugszik. A film azonban értésünkre adja, hogy Oppenheimer a következmények fényében sem cselekedett volna másképp, még úgy sem, hogy elismerte, ő a világok pusztítója. Szándékai egyértelműek, csinálni valamit, ami nem csak a második világháború, hanem minden háború végére pontot tesz. Nolan filmje ezt a pragmatikusan gondolkodó embert, az ő életre szóló tettét és terhét mutatja meg, amiért előbb piedesztára emelték, majd a korszellem változásával alaposan megkurcolták. És ne essék, Oppenheimer nem volt egy kellemes ember. Tudálékos és pökhendi volt, hírhett a nőügyeiről, és ugyan a film kissé finom hangolja róla kialakult képet, nem titkolja el, hogy messze nem volt tökéletes. Hogy lehet ennyire naív az, aki olyan sok mindent lát, amit mások nem? Teszi fel egy ponton a kérdést a film, mikor kiderül, hogy politikai tekintetben mennyire befolyásolható és konok figuráról van szó, akit emiatt többszörösen kihasználnak, végül megpróbálnak ellehetetleníteni. Ez élet-halál kérdése. De képes vagyok a csodára. Iszonyatosan aprólékos, kis nüanszokkal, finom gondolatokkal vagy csak azok csíráival megszórt életrajzi film az Oppenheimer, melynek a Nolantól megszokott folyékony képei hátterében mindig ott ketyeg, kattog, dobog és dübörög valami, a Hitchcocki bomba, amiről tudjuk, hogy ott van az asztal alatt, és amiről azt is tudjuk, hogy ezúttal fel fog robbanni. De mégis mit keres ez az életrajzi film a mozikban? Miért van 3 sűrű órába tömörítve egy olyan történet, amely ennél jóval bővebb kifejtést is megérdemelne? Nem csak azért, mert az a Christopher Nolan írta és rendezte, aki tulajdonképpen azt tesz, amit csak akar. Főleg mióta a Universal átédesgette magához a Warner-től, miután a direktor látványosan csalódott a stúdió bemutatási stratégiájában. Nem. Az Oppenheimer azért működik a vászton is, mert ez nem egy hagyományos értelemben vett életrajzi film, ez egy thriller, ami néha már-már horror elemekkel operál. Egy zsáner film, melyben az alapvetően jó szándékú embert rémek üldöznek, hogy széttépjék. Olyan belső rémek, mint az a magány, amit akkor érez, mikor próbálja úgy átlátni a világot, mint senki más, később pedig a tetteinek mérhetetlen súlya, de tényleges rémek is meg akarják semmisíteni őt, rossz akarók, tudását iridlők és olyanok, akik egy vélt ellenséget látnak benne. Maga az, aki hatalmat adott nekik, hogy elpusztítsák magukat. A világ nem készült fel erre.
Végső soron az év egyik különlegesebb, legerőteljesebb filmélményét kínálja az Oppenheimer, melynek majd minden tényezőjét dicséret illeti. Az idősíkokkal okosan játszó vágást, az invenciózus, egyszerre nagyívű és intim fényképezést, az intenzív zenét, az írást és a rendezést, na meg ezt az elképesztő színészkoszorút, melyben egy raklapnyi Oscar-díj birtokosa képviselteti magát, akár villanásnyi szerepben. Elsősorban persze a címszereplőt megtestesítő, lelkét és testét is meghurcoló Cillian Murphyt, aki valami félelmeteset játszik. Lehet, hogy az IMAX túlzásnak tűnik, de végső soron mégse. Óriás vásznon, hallójáratot borzongoló hang mellett ez a film még jobban a bőröd alá mászik, és ott is marad jó darabig. Azt mondja, van rá esély, hogyha megnyomjuk azt a gombot, elpusztítjuk a világot. Ennek az esélye szinte nulla. Szinte nulla. Mit vár csak az elmélettől? A nulla lenne jó. Az Oppenheimer Christopher Nolan legérettebb filmje. Nem a legjobb, hisz már-már elviselhetetlenül sűrű, de rendezői karrierje során még soha nem tárt ennyire szélesre egy emberi lelket, hogy megmutassa annak komplexitását és rémeit. Kész csoda, hogy ilyen filmeket moziban láthatunk, de látni kell, ez a film ugyanis No Man's Land kész csoda.